A kecskeméti székhelyű kutyával egy mosolyért alapítvány 10 éve működik és foglalkozik terápiás, valamint segítő kutyák képzésével, alkalmazásával az egész országban. Nemrégiben indították el érzékenyítő osztályfőnöki úra programjukat, melynek célja, hogy felkeressék a nevelési és oktatási intézményeket, és megismertessék a gyerekekkel a segítő kutyák munkáját. A makói Szokolné Igaz Enikő 1 évtizede foglalkozik kutya kiképzéssel. A tapasztalata pedig az, hogy a vakvezető kutyán kívül más segítő típust nem ismernek az emberek. A Návaiba a terápiás angol kokkáspániel Azurral és a személysegítő Óriás Uszkár Ébennel érkezett. Terápiás kutya az a kutyus, a segítő kutyának az egyik csoportja, aki a gazdájával, a felvezetőjével él, és mi látogatjuk a különböző intézményeket, lehet ez, mint most itt vagyunk iskola, de szoktunk menni óvodába, akár idősek otthonába, vagy egészségügyi intézményekbe is. A terápiás kutyákra jellemző, hogy ők nagyon emberközpontúak, hiszen az életük, a munkájuk során rengeteg emberrel fognak találkozni. Ében, ő egy vizsgázott személyi segítő kutya, ő az én személyi segítő kutyám. Ő itt, mint most bemutató kutya van jelen, majd a gyerekeknek fogunk mutatni néhány feladatot, hogy valójában miben tud segíteni egy személyi segítő kutya a gazdájának. Az ő csoportjukra az a jellemző, hogy ők gazdához fognak kikerülni a képzésük során, tehát egy kiképzőnél nevelődnek körülbelül 1,5-2 éves korukig, utána viszont gazdához kerülnek ki, és annak a gazdának fogják 0-24 órába segíteni a munkáját. Az úr lelkesen bújt oda a fiatalokhoz, míg Ében csak gazdája szavait követte. Azért is érdemes jobban megismerni a kiképzők munkáját, mert olyan kutyákat is kitanítanak, akik a mozgássérültek, siketek vagy éppen az autisták életét is megkönnyíthetik. A Návai iskolában szeptemberben már a 100. tanévet nyitották meg, így számos érdekes programmal készültek a tanulóknak eddig, és az általános iskolásoknak is többször megnyitották már a kapukat.